Üdv mindenkinek, sziasztok! Zozek vagyok. Volt egy ötlete, úgymond a, a farmernak, hogy kicsit így el tudja szakadni a, a civilizációtól, vagy nem is tudom ezt, hogy lehetne kifejezni. Ugye ő nagyon, nem mondom, hogy összeesküvés elméleteket gyártott, de ő nagyon nem szeretett úgymond a a köznek a része lenni, tehát a villanyt is próbálta megoldani saját szakállára, a vizet is, és ezáltal ugye üzemanyagot is próbálta valahogy megoldani, ne kelljen neki benzinkútra járnia, mert neki az volt a legnagyobb szívfájdalma, hogy annyi adót kell fizetni minden után, ugye mindennek van ugye áfa tartalma, és ez neki nagyon, nagyon bántotta a csőrét hogy ugye a, az állam az mindenre ráteszi a hasznát, és csak szedik be a pénzt. És e, tehát üzemanyag got is próbált, nem előállítani, mert ugye egy olajfúró tornyot nem bírt csinálni a, a, a de volt rá egy alternatívája. Mi csak úgy hívtuk ezt az alternatívát, hogy kacsaolaj. Úgy emlékszem, de most erre nem mernék megesküdni, hogy valamilyen nem nagyon felhasznált, vagy nem nagyon felhasználtó sütőolaj lett volna ez, amit hozzá akart keverni X mennyiségben az üzemanyaghoz, és akkor sokkal kevesebb üzemanyagot kellett vennie, és ebből az idézőjelben kacsaolaj, gázolaj keverékkel mentek az autók, és erre próbált ő valami megoldás kitalálni, hogy úgy átalakítani az autókat, kivenni ugye az üzemanyag szűrőt, megváltoztatni az üzemanyag pumpának a nyomását, meg ilyen különböző módokon próbált ezt úgy megcsinálni, hogy az autók ezek a kacsaolajjal menjenek. Nem tudom már is megmondani, mi volt tulajdonképpen ez az olaj rendesen, de valami étkezési olaj volt, az, abba biztos vagyok. És hogy honnan volt ez neki, hogy állítólag egyszer valahol valami nagy tartályautó ö, ö, léket kapott, ez valahol kifolyt ez az olaj, ezt a, az olajat valaki megmentette úgy de már ugye étkezés vetett elhasználni, ő ezt megtudta, és akkor ezt megvásárolta, és volt a, a farmon egy elén a siló, ö, és ebbe volt beletöltve tulajdonképpen ez a ö, kacsaolaj. és innen tudtuk ezt vételezni. És minden autóba, amit ő használt, bár leginkább mondjuk egy ilyen elég nagy fehér furgont használtunk, abból ugye 7300 köpcentis V8-as dízelmotor volt, és az ment ebben a kacsolajjal, mert ez a kacsolaj ugye csak dízel autókhoz volt jó, mert ugye olaj alapú volt ez az üzemanyag úgymond. Viszont a legnagyobb ennek az volt, hogy lényegesen sűrűbb volt, mint a gázolaj, tehát nehezebben tudott közlekedni csövekbe, illetve hogyha hideg volt, akkor nagyon-nagyon megdermett. És amikor voltak a, volt a kocsiba egy ilyen elég nagy tartály külön elhelyezve, ahonnan az autó tudta szívni magának ezt a kacsaolajat, illetve hát ugye a gázolaj összekevert kacsaolajat, és ez meg volt dermedve, ezt meg kellett melegíteni. És akkor ugye mindenféle ilyen, ilyen, merülő forralókat heggeztettünk bele ebbe a tartályba, hogy melegen tudjuk tartani éjszaka folyamán ezt az egész üzemanyagot. Meg reggelente, ugye a reggeleti hidegindítás elég nehéz volt, mert hiába volt izzítás, ugye nem tudott olyan könnyen begyulladni ez a keverék, Általában be kellett ilyen hideg indítóval indítani az autót. Utána már, hogyha beindult egyszer, és kicsit megmelegedett, utána már jó volt, tehát lehetett használni. És ezzel mentünk. Tehát ez tulajdonképpen valami olyasmi lehet, mint amikor Magyarországon ugye volt egy időszak, amikor nagyon sok ember használta ezt a étolajat, mert rájöttek, hogy az étolajjal is lehet hajtani az autót és hogy az étolaj olcsó volt, mint a benzin. Most ugye ez most már nem mérvadó, mert most már sokkal drágább az egy liter étolaj, mint a maga az üzemanyag. Szóval ez is valami ilyesmi olaj lehetett, és, és nem volt egyszerű nem volt egyszerű működtetni vele az autót, hogyha egyszer beindult, akkor ment. Szóval nem foglalkozott vele a farmer, mert volt, én nem akarok hazudni, de hát valami 40, 40, vagy 50 ezer literről beszélgettünk, tehát hogy, hogy abba a silóba annyi fér bele, úgyhogy idézőjelben így fosásig van üzemanyag, tehát lehet nyugodtan menni az autóval. Meg ezt raktuk, volt egy régi Volkswagen jettánk, még az 1.9-es megölhetetlen dízelmotorral, abba is ezt az üzemanyagot raktuk, és az is elment vele, mert még nem voltak ugye ilyen nagy nyomású rendszerek azon, meg, ilyen különböző érzékelők, ilyen egyszerű rendszer volt, manuális üzemanyagpumpával, tehát ez el tudta ezt látni a dolgát és akkor ilyen nagyon kellett foglalkozni a magyar fogyasztással, mert, mert, volt belőle bőven. Farmernak még egyébként, nem tudom, azt említettem -e már, de elve volt, hogy mindig csak, csak idős, egyszerű autókat vett. Tehát, hogy soha nem vett valami ilyen nagyon bonyolult, új, motorra felszerelt autót, mert eleve, eleve az nem értett, nem, nem értettünk, mert is nagyon szereltem még akkor ilyesmiket. És mindig azt mondta, hogy minél több elektronika, meg minél több érzékelő, meg, meg dolog van egy motor vagy autóban, annál több lehetőség van, hogy elromlik, és ebben igaza van egyébként, mert meg lehet nézni mai autókat, ugye én autószerelő vagyok, tehát látom, hogy tényleg ami, ami régi egyszerű technológia, az nem annyira erős, nem annyira halk, nem annyira környezetbarát, de megy. A környezetvédelmi előírások miatt nagyon megbonyolították az autókat, nagyon komoly nyomásokon működnek dolgok, nagyon sok érzékelő van rajta, de ez most nem mutatnám a nem műszaki beállítottságú embereket. Szóval általában nekünk ilyen nagyon egyszerű öreg járműveink voltak, közöttük traktorok, volt bobketünk is, markoló, bulldozer, voltak ugye autók, és szinte minden ezzel a kacsaolajos keverékkel ment. Működött, tehát alapvetően jó volt, csak ugye a térhidegekben, meg a Hát már, már, már akár ősszel is gondok lehettek, mert melegen kellett tartani. Akkor ugye be voltak konnektorba dugva az autók, és akár hogy legyen áram a merülőforralaton, és melegen tartsa üzemanyagot. Szóval ezt használta üzemanyagnak, elég sok volt belőle, és ugye ezt be lehetett sokkal olcsóban szerezni, akár nagyban, mint a üzemanyagot. Így próbálta elkerülni azt, hogy ne kelljen drága üzemanyagot megnie illetve hát, mint később kiderült, biztosítást biztosításra fizetett az autókra, inkább a földutakon, meg ilyen mellék utakon meg ilyen alsó rendű utakon közlekedett állandóan, mert hogy, mert hogy a biztosítás az a legnagyobb rablás, amit el tudnak a cégek intézni, a biztosító cégek, van -e ebben valami igazság, Értelemszerűen, mivel mi kint mozogtunk a, a farmvilágban, nem nagyon mászkáltunk nagyvárosba, ezért kevés esély volt arra, hogy valaki nekünk jön, vagy összetörök, hogy baleset történik, hát a rendőröket el kellett kerülnie. Ez volt egy elég komoly kihívás. És utólag ez le is esett, hogy miért volt az, amikor megérkeztem ugye Torontóba a reptérre, hát ugye az ilyen 250 kilométerre volt Glencoe városa Torontótól a reptértől, és amikor leszálltam, akkor Ugye este volt, és ilyen eléggé idegesnek tűnt a farmer, de hát én sem voltam teljesen jó azt tudtam, ki ez, mi ez, megyünk, mit csinálunk. Idegesnek tűnt, és amint mi gyorsan kiértünk Torontóból, ilyen ezeken a földutakon mentünk, amiről meséltem, ilyen több méter széles, tulajdonképpen utak, de egyszerűen földutak, tehát ezek az alsóbb rend mellékutak, és így mentünk el egészen a farmig, hát nem emlékszem, de szerintem vagy három és fél, négy óra hossza volt, mire ö, megcsináltuk ezt az etapot. Eléggé, eléggé fárasztó is volt ugye hallgatni egyfolytában, hogy ber, berik a kavicsot, kavicsok az, az autót és egy ilyen monoton zúgása van az egésznek. Hát most már tudom, hogy miért nem mentünk autópályán meg főúton, mert ugye a farmernak nem volt biztosítása és próbálta elkerülni ugye az elkerülendőt, illetve volt neki egy nővére, aki tőle nem messze lakott. Ha nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, és be kellett menni mindenféleképpen város, egy város vagy egy nagyvárosba, valami ügyet intézni, akkor általában a nővére kocsiját kérte el. Ő is ilyen világban lakott tőlünk, már nem tudom, talán egy három órányira, órányira. És akkor elmentünk először ugye a, a nővérihez, ott fölvettük az autót, amire ugye a nővére fizetett biztosítás, tehát az az autón volt rendes biztosítás, és akkor be tudtunk menni a városba. Érdekes volt, hogy amikor megláttam a térképen, hogy hova is megyünk, hogy én mondom, ezt a város milyen ö, érdekes, nem van ismerős, ez a név nekem valóban úgy hittek, hogy London. <laughs> tehát Torontohoz az első nem a Toronto és a Farm között az első ilyen nagyváros tulajdonképpen az London volt, és akkor hozzánk volt közelebb ez a kisváros Glencoe. Szóval Londonba, mondjuk van ügyet intézni, kellett valami ö, szerkezet, ö, ugye a Wi-Fi-el nem tudott átmenni, a farmer házából a mi mobilházunkba, és akkor ugye kellett egy ilyen úgynevezett wifi erősítő, ezért is el kellett mennünk, ugye például Londonba, mert a kisvárosból mi laktunk, ott nem volt ilyen bolt, lehetett kapni. És akkor például elmentünk a nővérehez, felvettük az autót, és abban mentünk be Londonba. Ebben a részben most kb. ennyi lesz. Remélem tetszett a videó. Ha igen, akkor nyomd meg a lájkot oszd meg a videót, illetve ne felejts el feliratkozni, hogyha meg szeretnéd nézni a többi videót is, illetve nyomd meg a harang ikonocskát, hogy le ne maradj az értesítésekről, amikor új videót töltök föl. A következő részig, sziasztok!